Kedves nézőink, nemrégiben ünnepelte fennállásának 20 éves évfordulóját az Ajkai Mozgássérültek Énekkara. Most az erről készült összeállításunkat láthatják. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte az Ajkai Mozgássérültek Énekkara. Milyen programmal ünnepelték ezt a szép eseményt? 3 kórust hívtunk meg, a Borostyán Énekkart, az Ajka Rendeké Német Nemzetiségi Dalkört és a Cantabile kórust, plusz a mi énekkarunk. Milyen céllal alakult meg 20 évvel ezelőtt ez a kórus? Hát azzal a céllal alakultunk, hogy szerettünk volna fellépni, illetve 2-3 mozgássérültek, és hozzánk csatlakozott több egészséges ember is, és bizony mi voltunk az első vegyeskar a városba, csak a város nem akart elismerni. Utánunk alakultak a nyugdíjas klubokba az ilyen dalkörök, de hát minket nem akart sose a város tudomásul venni. Hány fővel alakult meg, és ki volt a kezdetekben a karnagy? 16 fővel alakultunk kezdetbe, Peternics Istvánné, Jolika, és 4 év után azt mondta, gyerekek, kinőtetek engem, átadott a Schmidt Évának. Schmidt Éva sajnos az egészsége véget elváltunk egymástól, akkor megkerestük Szenes Tamást. Ő végigvitt 6 évet nálunk, de hát a munkája Pestre szólította, így megint meg kellett válnunk, és most Eisenhagel Erika a kórusvezetőnk. Ő vele mióta dolgoznak közösen? 2014. márciusa óta, és a program úgy alakult most a hangversenynél, hogy először sajnos már 10 elhunytak az énekkarból, őrájuk emlékeztünk, és akkor utána minden kórusa maga programját hozta, amit összeállított 10-12 percbe. A mozgássérültek kórusának milyen repertoárja van, mikből lehetett válogatni ezen a 20-as jubileumi koncerten? Hát mi általában népdalokat éneklünk, de azért vannak kórusművek is, amit betanultanak velünk, betanulunk, szeretjük bármit. Amit elejében tesz a karnagy, akkor mi azt megtanuljuk, amennyire tudjuk, és igyekszünk is elsajátítani az ő irányítását. Milyen rendszerességgel és hol próbálnak? Heti egyszeri rendszerességgel itt a VMK-ba csütörtökön van próbánk. Most készülünk az adventre, a római katolikus templomba az első vasárnapján, és akkor a Mozgássérült Egyesület klubján lépünk föl, plusz mivel a Német Nemzetiségi Dalkörrel több éves a kapcsolatunk, egymást meghívjuk az ilyen rendezvényére, tehát mi is kimegyünk rendekre, és ők is bejönnek a mi programunkra. Ez alatt a 20 év alatt gondolom, hogy számos koncert élménye van az énekkarnak. Mi ezek közül a legemlékezetesebb? Hát igen, nagyon sok van. Jártunk falunapokra, esélyegyenlőség napra, de legjobban a Velenjébe, Szlovéniába mentünk a Borostyán kórussal tavaly, nagy sikert arattunk, és aztán Székelykeresztúron voltunk külön-külön, tehát 3-szor is már a kórusunk. Nagyon szeretjük az éneklést, és azért van kórusunk is. Említette, hogy nem csak mozgássérültek vannak az énekkarban, hanem egészségesek is. Ezek szerint bárkit várnak, aki szeretne csatlakozni egy énekelni kívánó, illetve énekelni szerető társasághoz? Igen, igen, valóban, mert az egészséges nekünk tud segíteni abba, hogy könnyebben mozduljunk ide-oda. 3-4 vagyunk csak sérültek, a többiek egészségesek, és örömmel fogadjuk az egészségeseket is. Csak jöjjenek közénk.
Mikor lehet legközelebb hallani a mozgássérültek énekkarát? Legközelebb advent első vasárnapján itt az Ajkai Katolikus Templomba, és mindenkit szeretettel várunk, illetve december 15-én a VMK-ba lesz a klubunk, oda is mindenkit szeretettel várunk, nincs belépő sehol sem.